23. alkalommal került megrendezésre a Kaposvári Egyházmegyei Imatábor trió, melynek legkisebb tagjai az általános iskola alsó tagozatosai galambokon, napközis formában, a felsős korosztály báza keretjén, míg a legidősebb csoport hagyományosan garaboncon vehetett részt a táborban. Nagy várakozás és bizakodó szervezés előzte meg a legnagyobbak táborának lebonyolítását, hisz a pandémia ellenére is télen már megkezdődött a tervezgetés, a tábort koordináló fiatalok együttműködése. Nagy nehézség volt, ugye, hogy nem tudtuk, hogy meg tudjuk-e szervezni ezt az idei tábort, de én személy szerint mindvégig kitartottam, hogy ez megvalósulhasson, egyrészt látva a fiataloknak az igényét erre, másrészt viszont tényleg egy nagyon gyümölcsöző és aktív időszak ez a nyárban. Nyárban mindig ez az egy hét, és hogy ahogy itt a Szentmisén is hallhattuk, hogy nagyon mély és értékes gondolatok fogalmazódnak meg a fiatalokban, és még a papokat is tudják tanítani, hogy az evangéliumnak olyan apró részletét kiemelik, vagy olyan apró dolgokra figyelnek, amik őnekik éppen aktuálisan fontosak, és ezért szerettük volna mindenképpen megtartani ezt a tábort. A tábor lényege két tényezőből adódik össze. Szeretnénk, hogy a fiatalok lelki élményekkel, megerősítésekkel, de ha kell, kérdésekkel növeljék hitüket, illetve egy olyan közeget és közösséget ismerhetnek meg, ahol új barátokra tehetnek szert egy valódi szeretett közösségben. Meghatározó élmény látni, ha újabb emberek érkeznek a már visszajáró táborozó mag mellé, hiszen a hétvégére már nem is nagyon lehet a két csoport között különbséget tenni. Ehhez persze segítséget ad a tábor felépítése is. A tábor nyitónapján például rengeteg ismerkedős és közösségi játékkal hangolódnak a résztvevők egymásra, ahol lehet vicces szituációkon nevetni az esti vetélkedőn, vagy éppen székeken odébb ülve versenyezni egymással az elsőségért. Az egységessé formálódásban a hét során még számos játékos program is feladat szerepelt, többek között a Kányavári szigeten ügyességi vetélkedők, közös filmnézés, tábortüzes éneklés, kahutkvíz és kis csoportonkénti társasjáték is szerepelt a programban, amelyből a kedvezőtlen időjárás ellenére számos dolgot sikerült megvalósítani. Ez az imatábor ez teljesen más, mint a többi tábor, tudtommal, hiszen nagyon mélyen, lelkileg éljük meg az összes pillanatunkat, és szinte lehetetlen úgy elmenni, hogy egy nagy felismerésre ne jöttünk volna rá, a másikban észrevettük volna a jó Istent. És ennek nagyon örülök, hogy mégis egy olyan közösségből jön mindenki, ahol persze járunk buliba, a fiatalságunkat éljük, és azért mégis néha ilyen mélyen el tudunk merülni lelkiekben, és ilyen sok töbletet kaphatunk. Eddig volt például vetélkedő, nagyon sok beszélgetés, páros beszélgetés, például ma is túra közben, ugye úgy jöttünk ide Csapira, hogy túráztunk egy két órás túra keretében, és közben páros beszélgetés, ami nagyon jó, mert nem csak a kis csoportban ismerjük meg egymást, hanem tényleg az egész tábor, és ismeretlen emberekkel is új barátokat szerezhetünk, és ez így nagyon jó. Kanizsai Jézus szíve plébániának a táboraként indult nagyon régen. Most három korcsoportban táborozzunk. Bázakeretjén vannak a felsősök, és galambokon vannak az alsósok, és mi pedig garaboncon vagyunk a felsősök. Tehát ez egy nagy tábor, ami három helyszínen kerül megrendezésre. Az idei évben úgy alakult, hogy a galamboki plébániának a támogatását élvezzük. Ők pályáztak az egyházmegyéhez, illetve a
minisztériumhoz is, és onnan is kaptunk támogatást, illetve a Garabonci önkormányzat is támogat minket minden évben, egyrészt mert befogad minket az iskolában, másrészt viszont a polgármester úr is erkölcsi és anyagi támogatást is nyújt, illetve a tábornak van egy szervező csapata, amit mi stábnak hívunk, ezek fiatalokból állnak, akik egyetemisták vagy dolgoznak, illetve van három konyhásunk is, akik segítenek nekünk az étkezésekben, és mindig van egy-egy olyan segítő, olyan támogató, mint például most is a Csapi önkormányzat, illetve a plébános úr, hogy befogadnak minket, ahova megyünk túrázni, illetve tényleg most is ebédet készítenek számunkra, tehát nagyon sokaknak a közös munkája ez, és innen szeretném megköszönni